történt a 41. percben, Csehi beadásából még Lázok szerzett vezetést, és hogyha azt mondta Barát Botont, hogy az Eger felpiszkálta a Honvédot azzal, hogy vezetést szerzett, akkor valami hasonló történhetett ezen a mérkőzésen is. Ráadásul ugyanúgy egy 11-essel egyenlített a Kaposvár, a jogos büntetőt olá értékesítette. Ezzel lett 1-1 a második félidő elején, a 47. percben, aztán 2-1 Balázs Benyámin kapott remek labdát, és szépen elteszi a kapus mellett, aki nem igazán tudta eldönteni, hogy kifusson vagy maradjon. Ja, nagyon szép az átadás, és hát látjuk, hogy kirobbant Balázs, de itt Csernyánszki szerintem rosszul jött ki a kapujából. Meg Hajduk is, aki kulcsárlábát húzza el. A büntetőt viszont Weyer kihagyja, jobban mondva Hajduk véd szenzációsan. Hatalmas bravúr. Erről a...